Elindult a családvédelmi akcióterv. Útlezárások 60-ban. Szőnyegovi foglalkozást tartottak a játszóházban. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, én Farkas Renáta vagyok. Orbán Viktor miniszterelnök februári bejelentése óta folyamatos az érdeklődés a 7 pontos családvédelmi akcióterv iránt. Július 1-én hétfőtől elindult a program 4 eleme, mely tovább könnyítheti a gyermekvállalást és a családok életét hazánkban. Elstartolt a családvédelmi akcióterv. A korábban meghirdetett babaváró támogatás, a jelzáloghitel elengedés, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása és a családi otthon teremtési kedvezmény kibővítése július 1-től igényelhető. Az autóvásárlási támogatás is nagy segítség lehet a családoknak. Ez 2,5 millió forintot jelent, és maximálisan a gépjármű árának 50%-át lehet itt igényelni. Itt az a cél, hogy nagyon hosszú idő, akár 7 éven keresztül is, tudják használni ők ezt a gépjárművet, és a nagy létszámú családok is hozzájussanak új gépjárművekhez, biztonságos új gépjárművekhez. A falusi csok csak nem 2500 magyarországi kistelepülésen elérhető. A visszanemtérítendő támogatás összege 3 vagy több gyermekes családok esetén ingatlanvásárláshoz és korszerűsítéshez maximum 10 millió forint. A meglévő ingatlan felújításához legfeljebb 5 millió forint támogatás igényelhető. Ezzel éppen a magyar vidék, a magyar faluba található, jelenleg használaton kívül lévő, és egyébként használt ingatlanok, családi házak, lakásokat tudjuk segíteni, és támogatni azokat a családokat, akik ilyet szeretnének vásárolni. Ami még nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok mintegy 80%-a saját ingatlan szeretné, és saját ingatlanban szeretne önállóan élni, és jövőt építeni. Július 11-től hatályba lép egy új szabályozás. Ennek értelmében a falusi csokból vásárolt ingatlanba bejelenthető az igénylő többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás. A családvédelmi támogatásokról a www.család.hu oldalon tájékozódhatnak. Hamarosan forgalomkorlátozásokra lehet számítani 60-ban. Szombat este 7 órától július 12-e péntek délután 4 óráig Lőrinci felé a Balassi úton lévő vasúti átjáró átépítése miatt teljes útlezárás lesz. Az útlezárás miatt a helyi, regionális és elővárosi buszjáratok terelő útvonalon, a Kossuth tér, Horváth Mihály út, Hegyalja útvonalán közlekednek. Az autóbuszok nem érintik a gimnázium, az Akácfa és a Balassi út 77 megállóhelyeket. A lezárás idején azonban a Hegyalja és a Balassi út kereszteződésénél a járatok ideiglenesen megállnak. A 4-es jelzésű helyi járati autóbuszok az ideiglenes megállóhelyről indulnak. A forgalmi rend változással kapcsolatban kérjük tájékozódjanak a forgalmi üzem információs számán a 0637 342 981-es telefonszámon. Szőnyegovi foglalkozást tartottak a Kossuth téri játszóházban. A program célja a gyermekek korai fejlesztése verselés, mozgás és zene által. A ritmus ürügyén összebújni pedig mindig különleges élmény a babának és a mamának is. A következő foglalkozást július 16-án 10 órától tartják. Mondókáznak a szőnyegoviban. A rövid versikék, dalok és mozgásos játékok fejlesztik a finom motorikát, a ritmusérzéket és a téri tájékozódást. Ugyanakkor az ilyen pici gyerekeknél még nem a fejlesztés, hanem a játék a cél. A tarka-barka lengető foglalkozás is ezért indult el, már több mint 6 évvel ezelőtt. A kislányommal, Hannával kezdtünk el járni, ő most már 4 éves. Szerintem, amikor ilyen 1-1,5 éves volt, akkor kezdtünk el járni. Ő nagyon élvezte, hogy mindenféle mondókák vannak, énekek vannak, hangszereket próbálhatta ki. Külön szereti, amikor előveszi a tarka-barka ernyőt, és azt a labdákkal ugye lehet énekelni, meg lengetni azt az ernyőt. Úgy gondolom, hogy ez a gyerek közösség kiválóan alkalmas egy 2,5-3 éves, de azt is mondtam, hogy
talán kisebb fiatalabbkorú gyerekeknek, és közösségformáló ereje van, és nem mellesleg rengeteget tanulnak a gyerekek. Szakemberek szerint fontos, hogy a gyerekeket hagyjuk szabadon mozogni, mert így ismerhetik meg testüket, képességeiket, határaikat. Például hagyják, hogy igen, vegyük le január 18-án is az oknit a lábukról, és lépegessünk végig egy szobában, egy ilyen kis élményösvényen, ahol taktilisan a talpukat masszírozza valami, minél több inger érje őket, és játszanak, és élvezzék. És hát természetesen, ami a legfontosabb, hogy minél hamarabb megismerkedjenek a versekkel, a dalokkal, a ritmussal, azokkal a mondókákkal, ami tele van viccel, játékkal, és egy olyan örömforrást jelent, ami a szülő és a gyerek között egy nagyon komoly intim pillanatot is ki tud alakítani, mind a mellett, hogy vicces és játékos. Beáta hozzátette, sokszor a szülőket kell fejleszteni, hogy engedékenyek, segítőkészek és játékosak legyenek. A tarka-barka lengető foglalkozásra 1-3 éves gyerekeket és szüleiket várják a Kossuth tér 24 szám alatt található játszóházba. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb, kedden várom Önöket, viszontlátásra! Szombaton is sok napsütés és 30-35 fok körüli nappali hőmérséklet várható. Legfeljebb akkor a délutáni órákban fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Vasárnapra egy hideg front érkezhet futó záporokkal, zivatarokkal, északnyugatra forduló széllel. A hőmérséklet visszaesik, de még így is 24-32 fokra van kilátás. Hétfőn a szeles időben elszórtan számíthatunk csapadékra. Délután 24-29 fok között alakulhat a hőmérséklet.